Megnyílt a Munkácsi 50 című kiállítása a József András Múzeumban pénteken. A 150 éves múzeum az idei évben már bemutatta a szeúzó kincseket, ami közel 22 ezer látogatót vonzott. Ennél magasabb látogatószámban bízik a múzeum vezetősége. A most nyílt tárlat ugyanis október közepéig marad Nyíregyházán. 3 hónapig fog állni a Munkácsi kiállítás, és véleményem szerint olyan jelentős képek érkeztek ide. 50 Munkácsi képet mutatunk be, a kiállításunknak ez is a címe, Munkácsi 50, és a 3 hónap alatt mi legalább 20-30 ezer látogatót várunk. Munkácsi Mihály nem csak hazai, hanem nemzetközi szinten is a legismertebb magyar festőművész. Számos olyan neves alkotás fűződik a nevéhez, amelyet mindenki ismer, ilyen például a Golgota vagy a Sírató asszonyok a keresztfánál. Munkácsi abban is különleges, hogy már saját korában is elismert volt. Amíg Párizsban már élete során is magas összegekért árulta képeit, Van Gogh például egy festményét sem tudta értékesíteni, amíg élt. A Munkácsi 50 című tárlat Nyíregyháza történetének egyik legjelentősebb kiállítása. A tárlat értéke több milliárd forint. A kiállításban Pák Imre, magyar-amerikai műgyűjtő tulajdonában lévő képek láthatóak, amik a Munkácsi Alapítvány segítségével kerültek a múzeumba. Nagyon szerencsések vagyunk, mert gyakorlatilag a teljes életpályáját felüleli ez a kiállítás. Tehát a tárlaton lehet látni a népi életképekből, lehet látni zsánerképeket, egészen a vallási témák is megtalálhatók a kiállításban, és a szalonképei is megtalálhatóak, illetve láthatóak lesznek Munkácsinak. Kovács Ferenc polgármester köszöntőjében kiemelte, a kiállítás azért is fontos, mert Nyíregyháza az ország egyik kulturális központja. Láthattuk a szeúzó kincsek kiállításán, hogy 3 hét alatt 22 ezer ember jött el, természetesen nem csak a városból, a megyéből, környékünkről, és azt szeretnénk, hogy a magyar kultúra legszínvonalasabb alkotásait el tudnánk a jövőben hozni ide, és én külön kiemelném még azt a múzeumpedagógiai tevékenységet, ami nincs úgy kirakatban, de nagyon fontos, a diákoknak megmutatni így élőben például a Munkácsi festményeket, ez nagyon fontos. A megnyitást követő 2 hónapig az a 30 kép látható, amit korábban Kisvárdán is kiállítottak már. Ehhez jön augusztusban még 20 kép, köztük olyan ismert festmények, mint az Ásító inas vagy a Kis cukortolvaj.